Csomád bálványos természetvédelmi terület, a Natura 2000-es hálózat, 5993 hektáros, különleges természetmegőrzésű területe. Kovászna megye közép-északi részén helyezkedik el, a bodoki havasoktól északra, a Hargita-hegységtől délre eső területen. Közigazgatásilag Sepsibükszád és Torja községek területén fekszik. A Tórja-patak völgyfőjében helyezkedik el bálványos fürdő. Magas hegyi fürdő és üdülőtelep, mely három régi és egykoron működő fürdőtelep, a Tórjai Büdös Barlang, a Csiszár fürdő és a Várpadi Feredő összeolvadásából keletkezett. A bálványos fürdő fölé emelkedő 1029 méter magas hegytetőn találjuk a legrégibb székely várépítészet emlékét, Jókai szerint a még romjaiban elnézve is fölséges alkotást, bálványos várát. A legendás vár magyar isten számára építtetett, és rég túlélte az 1000 esztendőt, mert úgy volt az építve, hogy örökké tartson. Itt gyűltek össze hívei még a harmadik századjában is a keresztény vallás uralmának.
A bálványos hegy magassága több mint 200 méterre emelkedik ki a tájból, a tőle délre fekvő Büdös hegy komor testvéreként, ami egy kicsivel magasabb. A Büdös hegy vulkáni áttörésének süvegén igen erős kénes, más néven szolfatárás gázömlések találhatóak. Ma ezek mind geológiai kuriózumok, védett természeti értékek. Közülük a legismertebb, a pokol tornácaként is emlegetett Torjai Büdös barlang. Bálványos fürdő legrangosabb gyógytényezője, ugyanakkor Európa legnagyobb természetes kénhidrogénes mofettája. A 14 méter hosszú üreg egy régi kénbánya felhagyott tárnája. A Torjai Büdös barlang mellől indulva, a kékpont turista jelzést követve, több hasonló tulajdonsággal rendelkező sziklaodú mélyedés tekinthető meg. Ilyen a 10 méter hosszú timsós barlang vagy medve barlang is. Nevét a timsó kristályos fehéres bevonatról kapta. A Büdös hegy keleti lejtőjén, a Büdös csúcs közelében található a gázzal feltöltött árokszerű mélyedés, a madártemető, mely ugyancsak egy régi felszíni kénbánya maradványa. Alján felgyűlt kénes széndioxid az alacsonyan szálló madarak, denevérek, illetve az arra tévedt rágcsálók és kisemlősök halálát okozza. A mélyedés alján levő gáz jelenlétére kevés jel utal. Ilyen a más színű avar, illetve a zöld aljnövényzet hiánya. Tőle pár méterre található a gyilkos barlang, mely szintén magán viseli a hajdani kénbányászat nyomait. A Büdös hegy többi üregéhez képest azért kapta a legelrettentőbb nevet, mert a belőle kiáramló gyilkos gáz szinte teljes magasságukban kitölti az üregeket. A Büdös hegy délkeleti oldalán elhelyezkedő timsós vagy aporlányok feredője néven is emlegetett hely aktív vulkáni vidékre emlékeztet. Kis területén 8 különböző ásványvíz előfordulást találunk. Erős, savas jellegük a bennük képződött szabad kénsav eredménye. Egyedi élményt nyújt például a völgy tengelyén felbukó üregből vett vízzel történő szájöblítés, ugyanis a savas víz rögtön kikezdi a fogzománc meszes kérgét. Tőlük nyugatra az országút melletti erdőben húzódik meg a 4 kis fa medencéből kialakított lábmosó fürdő. A vizekkel feltörő kénhidrogénből a kén finom szemcsék alakjában válik ki, a víz felületét opalizálóan fehéresre festve. Csiszárfürdő egyik leglátványosabb fürdője a Hammas, melynek szürke, kénteljes, 2x2 méteres kis medence víztömege állandóan mozgásba van a nagy mennyiségben feltörő széndioxidgáznak köszönhetően. Hajdan a timsós alatt az oldalban két bővízű kis medence született, az ikrek, melyek később a vallatófürdő nevet kapták. Az a hír járta, annyira hideg a vízük, hogy bárkit belelógatnak, bevallja bűneit. A Csomád bálványos területe nagyon gazdag különböző összetételű ásványvizekben, melyeket Székelyföldön mindenütt borvíznek neveznek. Orbán Balást idézve, ezen források mindenike egy-egy kincse az egészségnek, egy-egy áldásos adománya a jótékony természetnek.
A vidék változatos földtani felépítésének köszönhetően a borvizek különböző típusúak. Így vannak meszes, szódás, szódás, sós meszes és magnéziumos vize. Mindenikük tartalmaz több-kevesebb vasat is. Teljesen külön csoportot alkotnak a természetes kénsavat tartalmazó források. A források némelyike enyhén radioaktív, ami nagyban emeli gyógyhatásukat. Legtöbbjük a nagy csoma északi oldalában, a régi Csiszárfürdőn fordul elő. A Vinca Minor Egyesület 2010. februárjában nyerte el a Csomád Bálványos Natura 2000 védett terület gondnokságát. Fő feladataként a földtulajdonosok területén található természeti értékek, védett fajok, élőhelyek védelmét, illetve fenntartását, esetenként ezek környezeti állapotának javítását tekinti. Ennek érdekében szükség volt a terület természeti értékeinek, közösségi jelentőségű élőhelyeinek és fajainak felleltározása és felmérése, amely alapjául szolgált a védett terület kezelési terv elkészítéséhez. A területen fellelhető mészkerülő bükkösöknek, a szubmontán és montán bükkösöknek, a dákbükkerdőknek és a gyertyános tölgyeseknek ugyanazok a veszélyeztető tényezői, az erdészeti fakitermelés és a tájidegen fafajok betelepítése. A Büdöshegytől északra, aránylag kis területen elhelyezkedő, bükkösöktől körbezárt jellegzetes tőzeges, borvizes ingóláp, a buffogó, nevét a vízből feltörő, bugyogó, buffogó gázbuborékoknak köszönheti. Az árnyékoltságnak megfelelően alkalmazkodott az itt található növényzet. Éppen ezért jelentenek veszélyt a sorozatos tarvágások a patak völgyfője körül.
Az árnyékos klímát biztosító összefüggő erdőtakaró így felszabdalódik. Jégkorszakbeli reliktum növények jelenléte jellemzi a területet. Ezek közül három olyan faj van, amely jelentősebb telepeket hozott létre. A rovaremésztő növényfajok közé tartozó kereklevelű harmatfű, a különleges termőhely igényű, mámorkafélék családjába tartozó fekete varjú bogyó. A fészek virágzatúak családjába, a Ligularia nemzetségbe tartozó reliktumfaj, 80-150 cm magasra is megnövő szibériai hamuvirág, mely csomádbálványos, különleges természetmegőrzési terület egyetlen közösségi jelentőségű és jelölő növényfaja. Állományai a teljes Európai Unió területén visszaszorulóban vannak. Legkomolyabban az élőhelyek, úgynevezett ökotonsávok beszűkülése veszélyezteti. Ezen kívül több növényfaj megtalálható itt. A hangafélék családjába tartozó tőzegáfonya, a harasztok közé tartozó tőzegpáfrány, a palkafélék családjába tartozó rostos tövű sás, a karcsú, 20-50 cm magas, lazán gyepes, évelő, keskeny levelű gyapjú sás, melynek a 3-5 füzérkéből álló virágzata idővel bókolóvá válik, és mások. A nyugati piszedenevér igazi erdőlakó denevérfaj. A csomádbálványos, különleges természetmegőrzési területen általánosan elterjedt. Állománya értékes, akár csak a nagyfülű, vagy a közönséges denevéri, melyek a terület vegetációs adottságainak köszönhetően jó életfeltételeket találnak. A gondnokság felmérései során további 16 denevérfajt sikerült azonosítani a területen. A denevérek számára legelőnyösebb élőhelyeket a természet közeli, illetve természetes szerkezetű erdők jelentik. Épp ezért állományukat legkomolyabban veszélyeztető tényezőként az erdőgazdálkodást említjük. A barna medvét, a szürke farkast és az eurázsiai hiúzt is megtaláljuk a területen. Állományaikat legkomolyabban veszélyeztető tényező az élőhelyek zavarása a szervezetlen és ellenőrizetlen turizmus által. Lombhullató és fenyőelegyes erdőkben egyaránt él a dunditestű, kisfejű és csőrű császármadár. Messze elkerüli a nyílt, korábbi erdei élőhelyeket, ezért a nagyüzemi tarvágásos, véghasználattal jellemezhető erdészeti tevékenységgel érintett területekről hamar eltűnik. Stabilnak tekinthető a hegyi billegető fészkelő állománya a védett területen belül, melyet a hegyi patakok eredeti állapotban való megőrzésével és a fészkelési lehetőségeinek növelésével őrizhetjük meg. A Natura 2000-es területen belül úgy a közönséges tarajos gőte, mint a kárpáti gőte elterjedése nem egyenletes. Mivel állományuk igen csekély egyedszámú, a faj hosszabb távú fennmaradásának érdekében fokozottan fontos az ismert szaporodó helyek védelme. A területen áttelelő sárga hasú unka állománya nagy egyedszámú és stabil. Mivel kevés a természetes szaporodó hely, az unkák a burkolatlan utakon és az azok mellett kialakuló pocsolyákban, keréknyomokban szaporodnak. A terület egyik jellemző faja, az alpesi gőte előfordulása a legmagasabb területekre korlátozódik. Az elsősorban hűvösebb, hegyi kaszálók mentén, a gerinc közeli legelőkön jelentős egyedsűrűségben lehet megfigyelni az eleven szülőgyíkot, mely a területen az egyik leggyakoribb hüllőfaj. A
az alig fél tucatnyi lelőhelyről ismert erdélyi kurta szárnyú szöcske a terület különlegessége. Védett faj, Erdély benszülött faja, úgynevezett dácikus elem. Az imént bemutatott természeti értékek védelmének fontosságára való figyelemfelhívás, a Natura 2000 fogalmának népszerűsítése, környezettudatos szemlélet kialakítása a gondnokság egyik fő célkitűzése. Így az elmúlt évek folyamán Natura 2000-es ismeretterjesztő konferenciát szervezett az érdekelt feleknek, szakmai kirándulással egybekötve. Folyamatos környezeti nevelést tart az iskolásoknak, valamint tájékoztatási és tudatosítási kampányokat szervezett a lakosságnak, területtulajdonosoknak, intézményeknek, vállalkozóknak, tanügyben dolgozóknak. Tanulmányi táborokat szervezett diákok és felsőoktatásban tanulók részére, melyeknek a célja a Natura 2000 ökológiai hálózat fogalmának széles körű ismertetése, a gondnokság tevékenységeivel való ismerkedés, a védett terület bemutatása, az elméleti ismeretek gyakorlati ismeretekkel való kiegészítése, tanösvények kijelölése, és nem utolsó sorban a szórakozás volt. Évente megünneplik, immár hagyományszerűen a Büdös Hegy napját. A nagy népszerűségnek örvendő rendezvényre minden alkalommal több mint 200 résztvevő érkezik Kovászna és Hargita megye területéről. Az egész napos programsorozat célja a védett terület természeti értékeire való figyelemfelhívás, különböző alternatív tantárgyversenyek, a terület látványosságait bemutató erdei túrák, erdészeti túrák, játékos gyerekprogramok, kerékpáros versenyek, tájékozódási futás és számos más érdekes foglalkozás keretén belül. A csomád bálványos élőhelyeinek és a természeti értékek fennmaradásának biztosítása, a használva megőrzés elvének gyakorlatba ültetése, a felnövekvő generáció szemléletének formálása a mindenkori gondnok számára még meg annyi feladatot jelent.